Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban az ikrek jegyénél, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, ezt a havi jóslást álnéven, a díjam 4000 forint. Először megnézzük azt, mit üzennek a csillagok. Az ikrek jegyében most nincs mozgás, viszont Mars bolygó a szomszédos jegyben van, a bika jegyében, és úgy hat, mint jó szomszédoknál. Ott van a bizalom, a közelség. Ez lehet egy férfi a közeledben, vagy a lelki társad, de Mars bolygó jelenti az élet erőt is. Hova kellene befektetni az élet erődet? Ez a bika jegyének az energiája. Tehát gondoskodj az anyagi helyzetről, a biztonságról, legyen meg a nyugalom és egy szép környezet. Jupiter bolygó, ez jelenti gyakran az igazságot, vagy igazságtalanságokat, vagy egy bírósági ügyet, olyan távolságban van az ikrek jegyétől, ami feszültségekre utal. Vagy nem mennek előre a dolgok, vagy igazságtalanság él téged. És most megnézzük, mit üzennek a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Ez a férfi lehet a lelki társad, vagy utal a férfiakra. Van köztetek kapcsolat, hiszen egy vonalban álltok, és ez a levél egy üzenet. Itt ennél az üzenetnél szerelemről van szó, és itt ez a virág jelenti a tisztaságot, vagy itt tisztázódik valami kettőtök között. A fejetek fölött lévő kártyák mutatják a gondolatokat. Itt a hölgyeknél van a gyűrű, ez lehet házasság, eljegyzés, vagy kapcsolatok, esetleg szerződések. A gyűrű jelentheti azt is, hogy valaki visszatér a múltból, és ez a koporsó utal a múltra, a felhő fél évre. Tehát egy bizonyos személy vagy egy helyzet visszatér hozzád, ahogy te ezt fél évvel ezelőtt átélted. Az ő feje fölött itt van a torony, és ez jelenteti a korlátozásokat, vagy egy hivatalos ügyet, vagy egy bírósági ügyet, de itt van a hamisság. Akkor is, ha így gondolja, itt megvan a remény, hogy kiderül a valóság, a nap megvilágítja ezt, és itt lesznek fontos döntések. Így is fog történni, hiszen megjelennek itt az egerek, és segítenek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek felfalják a hamisságokat, vagy a negatív gondolatokat. Az egerek felfalják a tornyot, a korlátozásokat, ezt a hivatalos dolgot, vagy ezt a bírósági ügyet, sőt, az egerek eltávolítják az ostort, és az jelenti a vitákat, veszekedéseket, így mindkettőtöknél javul a helyzet. Nem csak nála, hiszen a kártyák utalnak a gondolataira, hanem nálad is, hiszen itt egy vonalban vagy, ezekkel a kártyákkal. Ez a virág. Itt jelenti a külsődet, a nőiességedet, a szépségedet. De mivel kihat itt a házra, itt megszépítesz valamit az otthonodban. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy valaki meglátogat téged, és itt lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. Valaki visszatér hozzád, itt tisztázódik valami.
Előtted megjelennek itt ezek a kártyák. A fa jelentheti az egészségügyi témákat, a gyógyító erőt, ugyanúgy, mint a kígyó, mert gyakran gyógyító erőre utal. És itt megvan nálad a tudás, a bölcsesség, vagy lesz egy továbbképzés ezen a területen. A fa jelentheti azt is, hogy oda szeretnél érkezni, amit elérni szeretnél, ahol le tudsz gyökerezni, utal a biztonság érzetére. Ez lehet egy összefüggés az otthonoddal, a családdal, sőt, itt lehet egy költözködés is, hiszen a gólyák utalnak a változásukra. Ez még mindig olyan titokzatos, de a későbbiek folyamán tervezheted ezt. A kígyó jelent gyakran egy hölgyet, sőt, itt ennél a kivetésnél úgy mondanám, itt két nőről van szó. Az egyik nő meglátogat téged, itt lesz egy ajándék. A másik nő eltitkol előled valamit, de változik a helyzet, hiszen a gólyák utalnak a változásokra. Itt kisüt a nap, kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit. Itt meg lesz a könnyűség, a beszélgetések, változik a helyzet, lesz egy új kezdet, és a csillagok jelentik a szerencsét. És a lovas férfi utal a mozgásra. Ez lehet egy férfi is, aki közeledik hozzád, vagy visszatér a múltból. De itt van a lelki társad is, tőle is lesz egy hír, itt van a szerelem. Lehet, hogy még valami átláthatatlan, ami a párkapcsolatot illeti, de a koporsó lezárja ezeket a témákat, és akkor itt kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, ami erőt ad számodra, hiszen ez a medve jelenti az élet erődet. Ami a medvét jelenti, gyakran az apukádat, vagy a főnöködet, a főnök nődet, itt lehet ez a hamisság, hogy ez a személy megbántott téged, de az egerek eltávolítják ezeket az emlékeket, vagy témákat, vagy ezt a szemét. Ami őt illet, ő ebbe az irányba tekint. Itt lesznek változások, hiszen az utak ugyanúgy, mint ez a kereszt is, döntéseket jelent. Ti eléritek az élet utatokon ezt a kereszteződést, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt kinyílik egy új ajtó, ezek lehetnek külföldi kapcsolatok is. Minden olyan hirtelen jön, amikor nem számítasz rá, és itt kinyílik az ajtó, ezek a lehetőségek. Itt az utak utalnak a munkára, a hivatásra és az anyagiakra. Tehát ő ebbe az irányba tekint, ez lehet egy munkahelyi változás is. Ő is elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt munkáról van szó, anyagiakról van szó. A halak jelentik a pénzt, és az itt marad nála hűségesen, sőt, az anyagiak mellett megjelenik a szerencse, ez lehet egy nyeremény is. De a téli hónapokban voltak nehézségek nála, ami az anyagiakat illeti. És ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy, és emiatt voltak itt nehézségek, de így október végén javul a helyzet, hiszen itt látható ez a szerencse. És most megtekintjük azt, mi várható az egyes hetekben. Első hét október hónapban itt látható. Itt tisztázódik valami, kiderül az igazság, itt is megvan a tisztaság, egy kellemes meglepetés, egy ajándék, vagy megszépíted az otthonodat. Itt megvan a remény arra, hogy fontos döntéseket hozzatok.
és kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek. Mindez olyan hirtelen jön, amikor nem számíthatsz rá. Persze a kassa el tud vágni valamit, a kassa elvágja ezeket a vitákat, veszekedéseket, és el tudja vágni a horgonyt is, ami a munkára utal. Ez lehet egy munkahelyi változás. Második hét, október hónapban itt látható. Egy hamis személy, viták, veszekedések, nézeteltérések. Vagy az apukáddal, vagy a főnököddel, a főnöknővel. De ez elmúlik, mert az egerek eltávolítják ezt a szemét, ezeket az emlékeket, és akkor itt van a gyógyító erő. Te ebbe az irányba tekintesz, itt lesz tanulás. Harmadik hét, október hónapban itt látható. Lesznek változások, szerencse, beszélgetések, valaki visszatér a múltból, itt lesz egy levél, egy hír tőle, ez a szerelmet illeti. Itt ez a torony elmúlik, a korlátozások, vagy ez a hivatalos dolog, hiszen az egerek ezt eltávolítják. És akkor lesz itt stabilitás, változás a munkát illetően. Itt a szerencse lesznek fontos döntések. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Ez a férfi és ez a szerelem áll a középpontban. Valami még átláthatatlan, hiszen visszatér valaki a múltból, kihat az érzelmekre, de mégis lesz itt egy új kezdet. Itt a gólyák, a holt és a gyermek jelentheti egy kisbabának a születését is. Javul az anyagi helyzet, itt van a szerencse, és ez így megmarad hűségesen, ugyanúgy, mint a szerelem. A kutya utal az ő hűségére is. A téli hónapokban voltak anyagi nehézségek, de ez elmúlik, lesz egy új irány, ami szerencsét hoz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!